kedves nézőt, egy újabb epizódba jöttünk el hozzátok, ami egy alkalmas Space Team epizód lesz, egy bújócska ebbe a négy csillagos hotelba, egy főnyerményére, ami nem más, mint ez itt az új GoPro Max. Kettő ember fog mindig keresni, két emeleten játszunk, majd három kör lesz, hogy mindenki tudjon keresni meg elbújni. Ha véletlen döntetlen lenne valahogy, ne találtál, akkor lesz egy döntőkör, amiben két ember fog bújni, és mindenki őket keresheti. Szóval a pontozási rendszer úgy fog kinézni, hogy kettő ember, akik keresik a többieket, ők kapnak ugye 5 pontot minden megtalált ember után, és hogyha megtaláltak valakit az első 5 percben, akkor ő nem kap pontot, a második 5 percben 5 pontot kap, és a harmadik 5 percben 10 pontot. Van néhány tiltott hely, ahova nem lehet bújni, ez ilyen a recepció például, női mosdó, meg ilyen nagyon lehetetlen helyek. És számodra mit jelent egy bújócska? Felidézi a régi gyermekkori emlékeket? Á, nem sokat bújócska, jó, de amúgy sokat bújócskáztam, mert kicsi vagyok, szóval mindenhol elférek. Tegyél már hozzá valamit. Hamarra. Mit tegyek hozzá? Én leszek a Talival, Kerim lesz a Fefével, igen, és Ádám lesz a Bálimmal. Mint hogy körülbelül 15 perces lesz egy kör, és 5 perce lesz az embereknek, hogy elbújjanak. És jó, most már tűkönülök, menjünk! Pontozási rendszeren kívül azért nagyon fontos szabály, hogy úgy játszunk, hogy jó legyen mindenkinek. Miért most ez legyen? Mi kezdjük a Hunyás stádióval, elmegyünk egy másik emeletre, ott fogjuk kezdeni, az 5 perc induljon. És most! Az lesz velem, hogy szerintem elbújok valahova. Csak tisztázzuk, melyike veled? Na, nagyon szívesen beközlöm veletek, hogy elkezdődött az első kör. Nagyon komolyan kell venni a játékot. Jöhetnek a kommentek, hogy Kerim nagyon rosszul áll a bajusz. Most hagytam meg életemben először. Én nem megyek szerintem. Gyere, nézzünk szét. Ne kövessél, én napkövetlek. Ne követszek. Az baj, hogy már most megizzadtam. Nem tudom, meddig fog ezt tartani. Dénes elmegy mosdóba. Én meg... Amikor még először játszottunk, akkor én az egyik szekrény fiókba bújtam be, és most is ezt a tervet fogom bevetni. Ez lesz. Van egy kis színpad, be lehet mászni, alá, akkor az lesz a helyen. Itt van a kéne bújva, sok videó, innen nem fog készülni. Én szerintem oda bekántak. 3 másodperc múlva letelik az 5 perc, szóval a srácok remélhetőleg elbújtak, úgyhogy mi most megpróbáljuk őket megkérdezni. Találtam közben segítőt magamnak, védlegik a hotelba. Jó, az én segítőm. Megnézzük ezt a kajádát, és zömzni. Na, mi van 6 percünk vissza? Tényleg a talán találtam meg először? Hát ez ennyi volt. Szóval a szomorú történet az enyém, az első kör első megtalált embere én voltam. Nézzük ki a következő. Most még 15 percnél, tehát én beléptem abba, hogy már mindenképpen 10 pontot kapok. De azért visszabújok, mert miért? Eddig csak a talán találtam meg. Többieket még ötletem sincs. Keresem. Mi ez itt? Hát? Anyád, de király ez a hely? Neki megvan. Két ember, találtam. Az a szitu, hogy véletlen leállítottam az órát. Leírtam a többieknek, hogy mondják már be, hogy mikor járunk 10 percnél, úgyhogy most visszakapcsolódtam. Legrosszabb, hogy megnéztél mindent? Arra is? Nem tudom, vannak. Két ember. Jó kezdésnek. Én nem találtam se. Kettő embert megtaláltatok? Micsoda? Nem, ez a Bálinnak is pont. 10 pont. 18-20-nál talált meg az Ádi. Ez a veszély. Meg az első 5 perc. Én emberem az úgy csopja át a kitár, de akkor Dénes kapott még pontot. Én. Akkor most a Dini meg a talán fognak hunyni. Igen, úgy mennyire durva pont párba vagytok. Most tovább megyünk a hunyók. Mi most elmegyünk egy emeletet. Na, 3, 2, 1. És indul. Na Dénes, mit javasolsz? Én? Nem tudom. Kettő ember csak megtalálunk is. Micsoda. Milyen helyek ezek, jó ég! Na, hát én be is nézek ide. Találtam egy helyet, ami teli van székekkel, és nem lehet behatolni. Ez lesz az én helyem.
amikor a srácokkal először játszottunk még logozás nélkül, akkor találtam itt egy nagyon jó spotot. És most ugyan ide bejövünk, és vannak ilyen leülő spotok, és ideültünk Kerimmel. Oda felültetek? Ez a mi spotunk. Megnézzük, hátra följebb tudom menni, és akkor tényleg találtam. De amúgy még, hogyha ezután a Kerimék újnak, ide se jönni föl. Ebben a körben nem vittem túlzásba a kreatívkedés, és bebújtam egy asztal alá. Hát ja, több mint valószínű, hogy meg fognak találni. Akkor keresésre föl. Egy 20 másodperc később vagyunk. Kamerával mennyire nehéz te? 10 perc indult a játék, 5 perc lementem egy órából, amit át kell részelni. Azt a rohadt! Yeah. Ez történik, hogyha nem vagyunk kreatívak, nézzenek oda, megtalálnak. 11. percben találtak meg, ami azt jelenti, hogy 5 ponttal gazdagodtam a 10 helyet. Na most! Hopp, itt van egy tavik. Ő azt hiszem kereső volt. Senki nem találtam meg. A lényeg az, hogy ezt a tömet találtam meg, viszont hogy biztos, hogy volt itt a meeting roomba. Ott nem tudtam jól körülnézni. De... Nem volt valami taktikátok a talánnal, hogy te ezt a szintet, meg az alsó szinten? De, én kezdtem ezen a szinten, Tali pedig egyel alatta. Hol bújtál, Bálint? Titok! Számoljuk kicsit meg, hogy voltak a dolgok. 3 ember találtak meg eddig. Kerim, Dini, talán. Pepi nem találtak meg egyszer. Engem egyszer. Ázinak van 15 pont az elbújásért most, meg 10 pont a találás, és szint úgy nekem is. Val, Fefe vezet 30-al, 25, 10, 5, 0. De várjál, engem először nem találtatok meg. Várjál, nézzük újra a szabályokat. Nekünk 25, Dininek 15. Akkor Tajnak is van 5 pontja, alakul. Mert a Dini megtalálta. Van 5 pontom! És akkor Fefe vezet 30 pontom, eddig 2 helyre bújt, nem találta meg senki. Ez már nagyon bonyolult, hagyd bújjatok már el! Úristen, oké, számolok. 1, 2, már el kéne bújnotok, 3. 4, 3, 5, 5. Nem tudom, hova bújjak te. Hova mész? Én nem tudom. Én se. Hát pontosan ide akartam jönni. Eddig mindig mindenki szétvált, és lehet ezért bukta el eddig mindenki, de mi viszont nagyon durván okosak vagyunk, és együtt fogunk mozogni. Kezdhetjük. Kerim! Na mindegy, lehet, hogy már elfutott erre. Jó, hogy látszólag nincsenek. És ne. Van itt valaki? Ez utolsó kör. És a terv az, hogy Ádival így fogunk nyerni. Csak meg kell volna 15 percig. És reméljük, hogy nyerünk így. Fefe, hajrá, keresd meg minket. Ne csináljátok már, srácok. Egy embert hagyd találjátok már meg. Itt vagy, Kerim! Honni te nem off? Ott van valaki. Jaj, de jó! Melyik vagy? Ez a Dini! Szép! Ez elég gyenge volt, Dini. Hát nem is arra jövő. Hát szomorúan közlöm, hogy lejárt a 20 perc, és én nem találtam meg senkit, de a Fefe megtalált valakit, ami azt jelenti, hogy nekem is van plusz 5 pontom, ami azt jelenti, hogy 25 ponttal kiesek? Hát Fefe, én átfutottam a színpadon. Azt hiszem, ez egy egyértelmű döntő. 3. helyezett Felföldi Tamás, 4. 5. és a 6. A úszkonson menet az Ádám meg a Bálint fog elbújni. 3, 10 percre van elbújni, 2, 1 és 8 és 5 percre van megtalálni, mehettek, hajrá! Ja, oda akar befeküdni a plafonra. Akkor ez a kis színpad, amint pont állok, és szerintem be fog feküdni alá. Győzelemért minden, nem? Én az? Mindegy, de nem. Elég szükség a hétben, de reméljük ez kell a nyereséghez. És 8 perc. Megvan a gyújtom! Szia, Ádi! Fekete ruhába elég jó lettél volna. Akkor ezt a Bálint nyerte. Hát erre nézelődök, de van egy sörautomata, jó tudni. Tudod, hogy itt leszel te.
Itt van párunk valahol. Nem tudom, nem. Keresik. Ez alatt lesz. Nem biztos. Ott van! Szia! Szerintem nagyon koszos lehetek. Hogy tért ide? Nézd már! Egyébként mondta, hogy találd válogatást. Te mit műveltél magaddal? Már elbújtam. Ez látszik, de mit csináltál? Bebújtam egy ilyen színpad alá, Abba, de ezt levettem, nehogy koszos legyen. Ezt a maxot oda szeretném ajándékozni a Facing Blocksnak. Lényeg az, hogy tudják, hogy én nyertem. És Ádi a Tomásod. Egy jó handshake-kel megünnepeljük. Köszönöm szépen, uram, és reméljük élveztétek, hogy lájkoljátok meg. Iratkozzatok fel, nézzétek az összes videót. Jövő szombat új videó. Bucska, ha összegyűrjük 10 000 lájkra a videóra, akkor 3 hónapig meghagyom a bajszomat. Hasta la vista.